Na sziasztok srácok! Nagyon izgatott vagyok. Végre elkészült a csapatom, amivel elkezdjük az új sorozatunkat. Szóval nézzetek is meg ezt a hiper super beast, verhetetlen, legjobb játékosokból álló ritka OP csapatot. Igen, srácok, Dibola projekt, második rész, ami igazából az első, de második, szóval já. Jó van, srácok, ezzel a csapattal fogjuk elkezdeni a sorozatot, hát így látszólag nem a legjobb, tehát biztosan fogok rage-elni, így a sorozat közben, de most már tényleg vágjunk bele. Egyetlen egy új szabályt hoztam a sorozatba, az pedig az, hogyha... Mivel a csapatunk elég gyenge, és biztos, hogy sokszor fogunk kapni counter-attakot, hogyha sikeresen kivédekezünk a counter-attakot, akkor plusz egy fejlesztést fogunk kapni. Így azért egy kicsit jobban is fogunk haladni, mert amúgy meg nagyon-nagyon lassú lenne az egész menet. Azt pedig ti sem akarjátok, úgyhogy akkor ezekkel a szabályokkal nézzük is az első meccset. Igazándiból nem tudom, hogy milyen game módba játszak most így az első meccs alkalmával. Viszont, tudjátok mit? Játsszuk le ezt. Ezt a Blue Staros mérkőzést. Jól van, gyerekek. Na, fáj. Hát fáj. Nekem is fáj, hogy milyen béna vagy. Nézzük, Dybala már is akcióban. És Dybala hát igazából a harmadik percben megrúgta az első gólt. Ilyen gyorsan a Chelsea ellen még a nagy csapatom most se tudtam gólt lőni. Hát, ja, ez jó. Jól van, megszereztük a labdát. És akkor mehet is az ellentámadás. Dybalánál a labda ismét. Ő pedig ott hagyja David Luizt a picsába, és... belövi. Ott a második gól. Ez már kettő darab fejlesztés. Dybala rúg, az szép kis kezdés volt, de oké, mindegy. Szóval, ha Dybala rúg még kettő, illetve egy gólt, akkor az már plusz kettő fejlesztés, ugye? Mert a Mester 3-as is meg lesz. Úgyhogy, na, ez ki kéne védekezni. Hát jó, Hazard szépen befejelte. Nem arról van szó, csak hát jó van. Kicsit szarabb kapusunk is, tehát a játékban a legszarabb kapust vettük meg. Egyébként minden poszton az van. Kb. Ott van Kurran, elveszi a labdát. Kurran ám a labdával is. Na, Dybala, ott a Cel, Rainbow, és ott van a Mester. Ott van a Mester 3-as, illetve a gól is, tehát plusz 4 fejlesztés eddig. Megnyerjük a meccset, ami most már nagy valószínűséggel be is fog következni, akkor még egy fejlesztés. Kurran megint elvette, vagyis hát most nem vette el, de ő indítja a támadást. Dybalánál a labda. Viszont most elég sok védő van itt előttünk. De azért... megpróbáltuk magunkat áttörni, de nem sikerült. Kehilem már nem tudtuk. Oduro, gyerünk Oduro, te még nem is szerepeltél a meccsen. Épp itt az ideje. Jó, Dybala. Ezt most okosan kéne csinálni. Jó, hát nem sikerült. Kurran. Add be. Nem pont oda akartam, de nem lett belőle semmi, így se, úgysem. Jól van, gyerekek, 3-1 lett a végeredmény, ami azt jelenti, hogy Dybala Mester 3-as plusz 3 gól, 4 fejlesztés plusz a győzelem, az még 1. Tehát eddig az első meccsen megszereztünk 5 darab fejlesztést, és úgy fogom csinálni, hogy majd... Ugye arra az voltam beszélve, hogy videónként 3 meccs. 3 meccs alatt összegyűjtött fejlesztéseket majd egyszerre fogom elnyomni. Vagyis hát a videó végén.
nem pedig minden meccs után, és a fejlesztések pedig úgy lesznek, hogy például, hogyha van 10 fejlesztésem, akkor én döntöm el, hogy most például csatárnak adok abból a 10-ből 2-t, illetve a CF-nek 3-at, vagy ilyesmi, tehát az tök mindegy, a lényeg, hogy 10 óra fejlesztés, és nem több. Na gyerekek, most bátor leszek, menjünk egy VS-ottok. Kiesni ebben a videóban már úgysem fogok, szerintem. 423.000 fannom van. Jó van, nyomjunk egy VS-ottokot. Valószínűleg, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy bukás lesz ebből, de a counter-attakok kivédekezésével is lehet szerezni fejlesztést, úgyhogy jó. Na, Dybala. Vagy nekem most melyik az aktív? Jó van, le fog járni az idő, úgyhogy most ez jó lesz. Kicsit most így megzavarodtam, ugyebár jött az új fejlesztés, én megkerestem a felállásokat, de aztán rájöttem, hogy itt valami nem oké, és a fejlesztés zavart be. 85-ös csapata van, nekünk meg 51-es. Jó lesz ez így. 31%-os counter adtak tényleg. Egyébként ő már adtakon van, Ondo adtak, én még el sem kezdtem a mérkőzést, de ő már building elje a momentumot. Hát, jó van, hát GG-IE. Az lenne a durva, hogyha megnyernénk, basszus. Az nagyon durva lenne. A Dybala. Rögünk egy gólt Dybalával. Ez már nem lesz meg. João Moutinho pedig gólt rúgott nekünk. Dybala. Na nézzük, egy szabadrugás. Még ezt is elrontom, basszus. Hazard. Hát jó van, most neki könnyű dolga van. Még ő is. Jó van. Mit is várok el ezektől a játékosoktól? Odró, az milyen lövés, te jó Isten! Na most szerezünk be egy fejlesztést, de még így sem tudunk. Gyerekek, még így sem tudunk. Az itt a helyzet. Tehát erről beszéltem, hogy így nagyon nehéz dolgunk lesz. VS adtakban konkrétan csak counter adtakban fogunk tudni szerezni fejlesztést. És meg is van az első. Dybala, hol vagy? Sehol. Ott van egyébként, csak hát már késő. Dybala. Ez szép. Hogy lehet ilyeneket lőni komolyan? Oké, hogy ők a leggyengébb játékosok a FIFA-ban, de valahogy mégiscsak bekerültek a játékba, nem? Tehát valamilyen szinten jó focisták. Miért? Az ilyeneket miért nem tudják berúgni, könyörgöm? Most nem múlik rajta semmi, de hát azért mégiscsak. Hát mi ez? Ennél én jobban rugok, könyörgöm. Jó van, az utolsó meccset is VS adtakban fogok lejátszani. Tudom, hogy hülye vagyok, meg minden. Itt az elején még seasonbe kéne, meg ilyesmi. De mondtam, most bátor leszek. Csapjunk a lovak közé. Szerezzünk még minimum egy 4 fejlesztése, meg legyen a 10, bár az úgysem fog összejönni. Főleg úgy, hogy nem talál ellenfelet. Jó van, hát végül is csak egy pár perc telt el a keresés indítása és a keresés befejezése között. Tehát konkrétan az IE megint alkotott, csak mindig, amikor valamit frissít, akkor valami el is csesződik. Oké, hogy kijavít pár hibát, de közben hoz is egy párat, tehát ezt azért nem kéne IE bácsi. De nézzük akkor az utolsó meccsünket ebben a videóban. 6 fejlesztésünk van, ezt még nem ártana egy kicsit bővíteni. Nézzük, ellenfelünk csapata. 86-os, hát ez sem lesz meg valószínűleg. Próbáljunk így az első támadásból egy Dybala gólt szerezni. Manu Trigueiros, Kimpembe, hát ez az... Na. Micsoda? Odru, kötökön kérte, hogy cselezzé. Milyen erő volt abban a lövésben, amúgy hallod? Chambers. Olesen. Viszont Dybala sehol nincsen, ami elég nagy gáz. Mert hát pont, hogy róla kéne szóljon ez az egész sorozat. Ott nincsen. Chambers. De jó Isten, kapufát rúg onnan, bazd meg.
Rúg be! Á! Én gyerekek kiégek. Ezen a csapaton kiégek, esküszöm. Úristen, te jó Isten! Ó, basszus, mondom olyan, hogy itt rage lesz, mondom én. De hát egyszerűen most mit csinálják? Hát ilyen szar játékosokkal nem lehet. Na, egy fejlesztés megvan. Dybalánál a labda. Ott van, csavardva, Dybala, ott van, végre! Rúgtunk egy gólt vele is. Ez már kettő darab fejlesztés pluszba. Dybala, berúgja! Berúgja Dybala! Gyönyörű gól! Három darab fejlesztés, és az ellenfelünk, nem tudom igazából, lehet, hogy kidobta a játék, vagy ő lépett ki, mert nem akar ilyen meccset nyerni. De a lényeg, hogy nem játszott, így megnyertük a mérkőzést. Szóval ez plusz 3 fejlesztés, ami összességében 9 darab fejlesztés. Hát ez így érdekes volt egyébként. Ellenfelünk miért nem játszott? Nekem jó. 9 darab fejlesztést tudunk elhasználni. És az a helyzet, hogy a csatárokra kéne először koncentrálni, mert velük végezzük legtöbbször a támadást, nyilván. Én azt mondom, hogy ezt az Olesent, ez már 55-ös, szóval őt fejlesztjük még plusz 9-el. Szóval kapjon plusz 9-et, 55-ös most, tehát 64-esé lesz. Úgyhogy keressünk egy 64-es csatárt. Mi így menet közben egyébként föl fog gyorsulni ez az egész dolog, csak hát itt az elején ilyen csapattal még max 9 fejlesztést tudunk elérni, nem állítottam, hogy csatár legyen. Nézzük, milyen csatárok vannak. Umár. Az, hát nem gyors, az hittem, hogy ő egy gyors játékos. De nem. Én most egy gyors játékost szeretnék vásárolni, hogy azért el tudjak vele futni. 85-ös sprint speedje van, hát megvesszük. Szarok bele, megvesszük. És akkor... így. Na! 52-es OVR-ünk lett! Fejlődünk, gyerekek, fejlődünk! Ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra! 50 like után jön a folytatás, jó? Érjük el az 50 like-ot, és jön a folytatás! Na, sziasztok, gyerekek! We'll be right back.